Kedves nézőink, új vezetője van a Victoria Rehabilitációs Központnak, vele beszélgetek magáról az intézményről, és őt is jobban megismerhetik ezáltal. Az esti mérlegben ezzel várjuk Önöket, maradjanak velünk! A Victoria Rehabilitációs Központ új vezetője, Takács Ildikó Krisztina. Egészen pontosan mikortól, és hát egy kicsit, hogyha bemutathatnánk a nézőknek, hogy mit tudhatunk Önről. 2019. augusztus 1-e óta töltöm be ezt a posztot itt a Victoria Központban. 99 óta vagyok a segítő szakmában, szociálpedagógusként végeztem. Családsegítő gyerekjólétiben kezdtem, dolgoztam a kríziskezelő központban, dolgoztam addiktológiai területen, és dolgoztam már itt a Victoriában is egyébként 2006-ban. Az otthon részleg és az átmeneti részleg megnyitásában vettem részt akkor, és most hát újra ide kerültem. Most már akkor néhány hónap eltelt azóta, hogy vezetőként dolgozik. Mik az eddigi tapasztalatok? Hát hála jó Istennek, nekem pozitív. Tehát, hogy én azt érzem, hogy így eleinte egy kicsit ilyen toporzékolás volt, tehát ilyen, vagyis inkább ilyen helyben toporgás, hogy hogyan induljak el, mert nagyon így az ölembe hullott, és nagyon sok mindent akartam egyszerre, de ugye így megpróbáltam így szisztematikusan lebontani, és ahogy így szép lassan ütemezve indultam előre, egyre inkább a lehetőségek kerestek meg engem. És ennek én nagyon örülök, tehát hogy elég széles a tár most, hála jó Istennek. Igen, ezt majd meg is beszélgetjük, hogy mi mindenről is van itt szó a központot érintően. Ugye rehabilitációs központként működik, egészen pontosan mit is jelent ez a rehabilitáció mozgássérültek szempontjából? Hát a rehabilitáció, amire hivatott, tehát ami miatt ez az intézmény létrejött, ez egy állapotjavítás lenne. Ugye több részleg működik az intézményben, tehát ugye az otthon is, a nappali is, az átmeneti is, és ugye az egészségügyi részlegünk is arra hivatott, hogy egy komplex dolgot tudjunk megvalósítani. Nyilván vannak olyanok, akik csak bejárnak az intézménybe, tehát külsősök is, mondjuk nem fogyatékkal élők, hanem valamilyen baleset, akár egy térdsérülés vagy törés miatt kényszerülnek arra, hogy igénybe vegyenek itt szolgáltatásokat. Ez is rehabilitáció nekik, mivel hogy ugye az állapotukat vissza tudjuk hozni, illetve hát a bentlakás, meg a kívülről bejáró mozgássérülteknek pedig egy ilyen állapot fenntartás jelleggel is, akinek már olyan nagyon sok javulás nem érhető el, de legalább egy ilyen állapot fenntartás, egy ilyen egészségügyi azért megvalósul. Igen, akkor most már szolgáltatásokat nagyjából fel is sorolta. Akkor, hogyha egy külön vennénk ezeket, végigmennénk rajta, hogy a nappali ellátás az egészen pontosan mit jelent, kik azok, akik igénybe vehetik, hogyan kell ezt elképzeljük? A nappali ellátás az intézményben működik. 7-től 17 óráig lehet bent lenni az intézményben. 16 évet betöltött fogyatékkal élő személyt tudunk ide fölvenni. 30 emberre van jelen pillanatban férőhelyünk. Nyilván ez az kell, hogy bejöjjön és egy kérelmet benyújtson, hogy ő szeretné ezt az szolgáltatást igénybe venni. Ezt mi elbíráljuk általában, nyilván pozitívan, tehát, hogy ennek nem szokott problémája, ha mindennek megfelel a törvény elírás szerint. És ugye ők a minden, tehát bejöhetnek egész napra is, de hogy ha csak úgy tartja kedvük, hogy fél napra jönnek be, vagy bármi mást szeretnének még ezen kívül igénybe venni, akkor úgy is bejöhetnek az intézmény nappali részlegébe. Ebbe beletartozik az, hogy valamilyen programot csinálunk nekik, szokott lenni festészet, vagy ilyen kézműves foglalkozás, szokott lenni filmklub, szoktak lenni előadások, de hozzátartozik az is, hogy a gyógytornát magát igénybe tudja venni az illető. Nyilván ez térítési díjas jelen pillanatban, de szeretnénk egy szolgáltatást bővíteni, legalábbis én szeretnék, hogy egy kicsit úgy ingyenessé is tenni, vagy legalábbis még kedvezőbben megkaphassák ezt a gyógytornát, például a nappaliban résztvevők, és még egyéb más programot is szeretnénk azért létrehozni. Szeretnénk beindítani a boccsát, ez egy paralimpikai sportág. Most van bent két fiatal lakunk átmeneti részlegben, akik Budapestről, és az országos bajnok Zoltán, ő két éve volt országos bajnok ebben a sportágban,
Budapestről érkezett, ugye fel is vettük már a kapcsolatot az ottani olimpiai bizottság egyik tagjával, hogy hogyan tudnánk ezt itt Fehérváron megvalósítani, ami szintén egy ilyen sportolási lehetőség lenne, de nyilván ez fogyatékkal élő embereknek. Természetesen ezt nem zárja ki, hogy bárki, akinek kedve lenne ezt kipróbálni, mert azért nem egy könnyű sportágról beszélünk, akkor ő is igénybe tudja ezt venni, vagy beiratkozzon, vagy bejöjjön erre a klubszerű vagy sportszerű foglalkozásra, amit egyébként a nagy teremben fogunk megvalósítani, ott fogjuk a pályát kialakítani. Tehát, hogy ez egy ilyen cél most. Ez mikortól várható körülbelül? Hát ezt már elkészítettük a plakátot, de úgy néz ki, hogy januárba kezdjük el megvalósítani, legalábbis meghirdetni és megpróbálni összefogni a mind a mozgássérteket és mind a nem mozgássérült embereket. Ezt szeretnénk azért két részre bontani, tehát lenne egy olyan része, ahol ha valaki komolyan gondolja, akkor ő többet be tudna járni hetente, és velük, ahogy így egyeztettünk a bizottsággal, akár ilyen országos versenyre el tudnánk indulni. Nyilván az edző az a Zoltán és a Niki lenne, tehát ők egy ilyen jegyes pár egyébként fiatalok, és ők is koordinálnák ezt az egész tevékenységet, segítve nyilván a tapasztalatukkal, és a másik pedig az csak a más, nem az élmény szerinti sportolás, akár itt is, vagy csarnokszerűen, tehát még ezek még csak ilyen távlati célok. Nyilván az eszközöket meg kell vásárolni, amik nem olcsók ehhez, hát ez majd idővel, előbb lássuk meg, hogy mennyire nyitottak így a város szintjén az ellátottak, hogy bejöjjenek és kipróbálják ezt is. Ugye ez akkor, akik minden nap ide bejöhetnek, őket is érintheti, vagy őket érinti. Ugye átmeneti otthonként is funkcionál ez a központ. Egészen pontosan ez mit is jelent? Hát a lakóotthon részünk, ugye ott van egy ápoló-gondozó célú lakóotthonunk, és van egy gondozó otthonunk. Az átmeneti az ugye 1+1 évig lehet bent lakni, a lakóton pedig tartós elhelyezést jelent. Ők nyilván a mindennapjaikat élik itt, akik a lakóotthonban élnek. Ha jól tudom, 20 férőhelyes az intézményünk. Most jelen pillanatban 18-an élnek itt az otthonban. A tartós bentlakása, hát ott életük végéig, tehát ez egy határozatlan idejű bentlakási forma. Itt van két személyes és egy személyes elhelyezés. Az átmenetiben két személyes elhelyezés van, ugye ez az 1+1 év azt jelenti, hogy egy évig jöhet be, és utána még egy évre kérheti a hosszabbítást a bent lakóval is, hogy a mozgássérült ember. Itt az a lényeg, az lenne a célja az átmeneti otthonnak, hogyha valaki átmenetileg olyan helyzetbe kerül, hogy lerokkan egy agyvérzés, vagy egy súlyosabb baleset, akkor, és mondjuk az otthon a család nem tudja ezt hirtelen ellátni, ezt a megváltozott funkciót, és segítségre szorul, akkor kérheti az elhelyezését az otthon, mert nyilván ennek is van egy jogszabályi háttere, tehát amit nem tudunk kikerülni, amit meg kell vizsgálnunk, hogy ki az, aki igénybe tudja venni a szolgáltatást, és ki nem. De ha már bekerül, akkor ez azt jelenti, hogy ugye egy két személyes szobába kerül elhelyezésre, ami a mindennapjaiban segítik a gondozók, két gondozó lát el egy szolgálatot 12 órában, ugye éjszaka és nappal. Ők segítik az illetőt a gondozási tevékenységbe, igényelhető étkezés, tehát ugye az is hozzájárul, nyilván ez a térítési díjban benne van, és ugye a rehabilitációs szempontból pedig az a lényeges, hogy itt helyben, tehát nem csak ezeket a gondozási feladatokat fogja és egyéb ellátásokat megkapni, hanem akkor elkezdődhet a rehabilitációja, és a gyógytornával megtámogatva valószínű, hogy állapotjavulás történhet az illetőnél. Hogyha ilyen rehabilitációt nézzük, akkor milyen foglalkozásokra kell gondolnunk, mi mindent kapnak meg itt szolgáltatásként azok, akik mondjuk átmenetileg itt laknak, vagy akik itt laknak, vagy akik bejárnak? Hát ugye itt nyilván ezt is a törvény szabályozza, tehát nem csak fizikai állapotjavítás van, hanem mentálisan is foglalkoznak az egyénekkel. Mind a gondozónők, és mind ugye maga részlegvezető, vagy a szociális munkás, egy egyéni fejlesztési terv készül a bentlakókkal, így ugye azt az állapotához képest mindig próbáljuk betartani, és a mentén tovább menni. Tehát egy ilyen segítő beszélgetés, információnyújtás, ösztönzés. Tehát, hogy itt azt kell tudni az otthonról, hogy
nem helyette, hanem inkább vele együtt szeretnénk. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos mottunk, mert nyilván neki az a célja, főleg aki átmenetileg kerül be, hogy amikor már kimegy a saját otthonába, azért részben képes legyen magát ellátni, és ne szoruljon olyan mindennapi vagy 24 órás segítségre. És ugye ez a lényege, hogy ezt megtanítsák a lányok. Tehát nem fognak helyettük, és ugye hát nyilván ez egy elég kemény szociális feladat, hogy hogyan tudja ösztönözni most egy frissen sérült embert a gondozónő, vagy akár a szociális munkás, illetve a gyógytornászok is azért lelkileg ebben nagyon tudják támogatni. De ezt tényleg úgy kell képzelni, hogy amikor már elkezdődik az állapotjavítás, tehát akkor már a gyógytornász átmegy az otthon részlegbe az illetőért, és ha az kell, akkor végig kíséréssel átsétáltatja. Tehát, hogy egy ilyen nagyon erős motiváció és egy ilyen rászorítás van arra, hogy ne belesüppedjen az állapotába. Nyilván mindig változnak egyébként a számok, hogy mennyien tartoznak ide a központhoz. Lehet tudni akkor mondjuk mekkora körülbelül ez a szám, illetve itt már szó volt a férőhelyekről, de hogy ezek a férőhelyek, ezek elégségesek-e? Hát a férőhelye sose elég, tehát én azt gondolom, hogy sose elég. Hát, hogy hányan veszik igénybe a szolgáltatást, ezt így nem tudnám megmondani, mert rengetegen vannak. Tehát nyilván akik bent vannak, azoknak a számát tudjuk. Az olyan 40-50 közeli, akik mindennapok, tehát akár itt laknak, akár a nappaliban. A támogatószolgált nyilván ebben nincs benne, mert a támogatószolgált ugye ez a házhoz kijárást jelenti, tehát ott két gondozónő, illetve a szállítószolgálat munkatársával történik akár a behozatalok, vagy az otthonban lévő gondozás. Arra most pontos adatot nem tudnék mondani, tehát most azt mondom, akik itt az intézményben állandóan itt vannak, illetve akik kívülről bejönnek, ez rengeteg. Tehát, hogy a gyógytornászaink tele vannak, hála jó Istennek munkával, és azért ez folyamatosan tud cserélődni is. Illetve hát van olyan, hogy föl kell venni plusz gyógytornászt, akik segítik a munkát, meg hát nyilván azt, annak a körét is szeretnénk minél szélesebbre. Tehát, hogy ne csak az általános gyógytorna legyen egy McKenzie, legyen egy, mondjuk srottunk az van, meg még nem is tudom, mit lehetne. Tehát, hogy próbálunk minél színesebben ez irányba is elmenni. És a szolgáltatások mellett azért itt színes programok is tarkítják azért itt az életet bent ebben a központban. Mikre gondolhatunk, milyen programokon vehetnek részt azok, akik itt laknak, vagy azok, akik kívülről jönnek? Hát én amióta itt vagyok, azt tudom, hogy volt több előadó, aki eljött, akár havi rendszerességet, tehát színészek, színésznők énekeltek, vagy hát általában ilyen énekes, zenés programok szoktak lenni. Most a karácsony közelettével például pénteken lesz egy ilyen öröméneklésünk, illetve volt múlt héten egy ilyen motivációs előadás, ahol két kerekes és egy kerekes székes hölgy jött el, akik ilyen turisztikai szempontból tartottak ilyen előadást az itt lakóknak, illetve akik szerettek volna bejönni. Ahogy tudom, a múlt héten volt itt a szimfonikus zenekar is, tehát hogy ilyen vegyes szokott lenni a akik bejelentkeznek, azokat szívesen fogadjuk, de ha van ötletünk arra, hogy kiket tudnánk behívni, akkor őket is megkeressük. A céljait vagy a terveit nézve, miket lehet elmondani így a jövőre nézve a központot érintően? Hát az én fő célom az, hogy ez az intézmény minél színesebb legyen, és ugye hát az nem titok, hogy nagyon sok kihasználatlan területünk van, mármint helyileg, és én most az irányba indultam el, először is a foglalkoztatás irányába szeretnék elindulni, tehát, hogy olyan cégeket, vállalkozókat megkeresni, akik valamilyen munkával be tudnának jönni, vagy tudnának olyan fogyatékkal élő személyt alkalmazni, akik bármilyen kis apró munkát el tudnak végezni. Ez ügyben történtek is lépések, nem egy magammal, tehát nyilván így összefogva a CIC-vel, az esélykör tagjaival, van egy vállalkozó, aki nagyon aktívan részt vesz így a mindennapjainkban, az ő segítségével már fölvettük a kapcsolatot az iparkamarával is, tehát hogy próbálunk minél szélesebb részbe kimenni. Akkor a másik, hogy én szeretném a helyeket hasznosítani, tehát amik itt vannak, erre is több megkeresés van, gyakorlatilag már majdnem ott járunk, hogy nincs több terem, amit tudnánk kiadni, tehát ez ügyben folyamatosak a tárgyalások, hogy milyen
szolgáltatásokat tudnánk ide behozni. Én azért ezt úgy képzelem el, hogy egy kicsit rá tudjon csatlakozni a központnak a tevékenységéhez is, tehát hogy valamilyen szinten össze tudjon kapcsolódni, és hogy mind a nyilván, tehát a saját érdekünket is nézve, mi is hasznosuljunk, azon kívül, hogy most terembérleti díjat tudunk felvenni, vagy terembérleti díjat tudunk kérni, de azon kívül mi az, amiben össze tudnánk kapcsolódni. Tehát van egy ilyen megkeresésünk, hogy egy virtuális világot hoznának ide be az egyik helyiségbe. Ez azt jelenteni, hogy természetesen nem csak a fogyatékkal élőknek, hanem akár a közintézményeknek, tehát úgy értem, hogy iskoláknak egy ilyen szolgáltatást, tehát ezt a virtuális oktatást kiajánlani, ami azt jelenteni, hogy akár egy biológia órát, egy ilyen, hát én még nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez hogy néz ki, csak amit hallottam, tehát hogy az emberi testbe bele lehetne menni, és akkor ezt úgy ilyen vizuálisan megtanulni, de akár az is, hogy egy mozgássérült ember, hogyha ez ilyen 10 férőhelyes kis fakok lennének kialakítva, és oda beül a szemüveggel a fülhallgatóval, és akkor akár egy kerekesszékes egyén, ha úgy gondolja, akkor el tudna menni síelni ebbe a virtuális világba, vagy biciklizni, vagy eljutni olyan helyekre, ahol egyébként nem biztos, hogy már elfog, tehát gondolok ilyen várakra, vagy múzeumokra, tehát hogy ezeket nyilván ez mind program kérdés, hogy mi az, amit be tud hozni majd a szolgáltató. Tehát, hogy van egy ilyen megkeresésünk is, aminek én nagyon örülök, illetve ugye a Cica keresett meg minket, ővelük szolgáltatás bővítése, tehát ővelük így összekapcsolódnánk, ők tudnák olyan motivációs előadásokat, tréningeket hozni, akár az ellátottainknak, akár a kollégáinknak, ami eddig hiány volt, és ugye ezzel megint csak egy kicsit fejlesztjük magunkat is mentesen, és nyilván a rászorultakat is. Most így hirtelen. Ja, és még hát nyilván egy sportoló keresett meg minket, aki szintén bejönne, és az egy kicsit ilyen más jellegű, tehát nem ez egy gyógytorna, de önvédelmi jellegű, ami azt gondolom megint csak egy pozitív lenne. Tehát ő maga is érintett egyébként egy ilyen atyártyagyulladásos probléma miatt, tehát ő jár hozzánk gyógytornászhoz, logopédushoz, és ő, de ez tart személyedzéseket, tehát hogy akár vele is össze tudnánk kapcsolni, tehát nagyon széles a skála, és ugye mondom, most mennek a tárgyalások ez így irányba, és én remélem, hogy azért ez így szépen ki fog teljesedni, és úgy fog összeállni, ahogy én megálmodtam. Kedves nézőink, az Esti Mérlegben a Viktória Rehabilitációs Központ új vezetőjét ismerhették meg, és a működésről tájékozódhattak. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!